mesélj, de... Egyik pénteken mentünk haza a szaktársaimmal, most láttuk, tudod, hogy Facebookon meghirdették a passiót, tudod. És elkezdtünk poénkodni, hogy ilyen szerepeket kellene felvállaljunk a passióba, hogy kakas magyar hangja, a kereszt, a levágott fű, a Golgota. Elhagytunk egy lányt, láttuk, hogy stoppul írta a táblája, hogy HR Csíkszereda. És akkor meggondoltam, hogy fel kellene, hogy kocsibat felvettük a lányt, érted a kocsibat. És poénkodtunk tovább ezzel az egésszel. És ugye udvarhelyre értünk. És akkor mondja a lány, hogy ha van kedvetek, akkor gyertek el a passióba, meg vagyok a főszervezője. Azt sem tudtuk, mit mondjuk, nagyon szégyeltük magunkat. Ezután nem sokat beszélgettünk, nem is poénkodtunk ezzel többet. És este, amikor hazaértünk, a lány rám írt Facebookon, hogy ha van kedvem, akkor jöjjek el a passióba. Nem megyünk-e idén is? De menjünk el, ez jó ötlet. Menjünk el, tegyünk.